Novemberben marccal a városban, a víztorony melletti zöld területen ültették a fákat a városvezetők, önkormányzati képviselők. Az elmúlt években folyamatosan zajlik a faültetési program, amelynek látványos eredménye van Győrben. Közel 1000 fát ültettünk el Győrben, azt gondolom, hogy jelentős eredmény. 3 új körforgalmat megszépítettünk, ez is szintén azt gondolom, hogy tavaly évi korábbi időszakokhoz hasonlóan megindult program, és nagyon fontos volt és láthatóak az eredményei, ilyen az EOF kocka, vagy ilyen az Adivárosi Kópióparki körforgalom, vagy az egyetemnél lévő körforgalom. Öntöző rendszereket telepítettünk szintén 3 helyszínen, Barátságparkban, Rakparton, a Mosonyi-Duna mentén, illetve a Szent István úti sávelválasztónál. Több mint 200 új szemetes kuka került ki a belvárosba, közel 150 fa esetében faveremrácsot kiváltottuk korszerű gyantás anyaggal. A lakosság számára 1000 zászlót osztottunk ki nemzetünnepeink alkalmával, ez most már látható, hogy sokkal szebb és színesebb így a közterület a zászlóknak köszönhetően. Azt gondolom, hogy ha beválik ez a program, már pedig bevált és lesz regény, akkor ezt szeretnénk majd folytatni is. A városban egyre többen fordulnak meg a turizmus bővülésének, a rendezvényeknek, programoknak köszönhetően. Emiatt egyéb eszközfejlesztésekre is szükség volt. 3 új automata illemhelyet helyeztünk el a városban, ez nagyon jó kezdeményezés. A Szekmeister utcában, Adivárosban, a tópartján található meg egy ilyen, illetve a belvárosban a Bizinger sétányon. Keressük már a jövő évi helyeket is. Azt gondolom, hogy ez jó dolog, és eddig is volt rá nagy igény, most ezt megoldottuk és 21. századi módszerrel. Nem fontos a közlekedés is, jelentős útfelújítások zajlanak városunkban, kerékpárutakat építünk, újítunk fel. A Győrbike-ot bővítettük, most kezdett el épülni Mainfőcsónakon az új állomás, illetve Malomligetben és az Árpád úti parkolóházban is lesz ilyen, sőt vidéken egyedülálló a Győrbox kerékpár tároló rendszer, ami vidéki pályaudvar mellett található meg. Tehát azt gondolom, hogy ha körbenézünk, nagyon-nagyon sok mindent láthatunk, ami még jobban színesíti a közterületeket, ugye a szökőkútfejlesztési programunk is zajlik. 3 új felújításról tudok beszámolni, a Bartók Béla úton újítottuk fel a Borsos Miklós alkotását, nagyon szép lett, a Radó-szigeten is szintén a hős emlékmű felújítása megtörtént, tavasszal fogjuk üzembe helyezni, és a Tejfölös kofának is a felújítása megtörtént. A város üzemeltetés mellett egyéb területeken is eredményes éves zárhatott Győr. A Városi Diákforumot felügyelve nagyon aktívan tevékenykednek, az idősügyi tanácsról szintén el tudom mondani, hogy több ezer idősítő szépkorút látunk vendégül folyamatosan a programok során, és a civil területés, ami hozzám tartozik, jelentős pályázati támogatási rendszerük van, nagyon sok pénzt tudtunk átadni számukra, amit hasznos dolgokra tudtak fordítani. A projektek kivitelezése tartozik még hozzám, hát ott meg szintén rengeteg dologról tudnánk beszélni, és külön öröm számomra, hogy a Adivárosi körzetemben is jelenleg is két nagy felújítás zajlik. Ugye a Szigeti Attila út és a Szabolcska utca útfelújítása hát egy igen jelentős tétel, de hát elkészült az Ifjúság körút is, tehát azt gondolom, hogy 3 ilyen fontosság út felújítása, hát egy nagyon rövid idő alatt ez azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó teljesítmény, és a adivárosiak ezt látják és tapasztalják, hogy ez mennyire jó dolog. Ebben az évben tovább szépülnek majd a győri zöld területek. Folytatódik az öntözőrendszerek telepítése, a virágosítás és a faültetési program.